Garantálnunk kell, hogy a CEU továbbra is teljes mértékben Budapesten maradhat. A tanszabadság európai érték, és ugyan lehetőségeim korlátozottak, de korlátozott lehetőségeimet a cél érdekében latba fogom vetni, mondta Manfred Weber a CEU diákjainak Budapesten. Stúdiónkban Donát Anna. Jó estét kívánok, szintén egy EP listavezető második helyezett most a Momentum színeiben. Jó estét kívánok. Hát ember legyen a talpán, aki érti ezt a konstrukciót, ami most itt formálódik a CEU, fogalmazunk így, megmentése érdekében. Ugye arról van szó, hogy a javaslat szerint a Müncheni Egyetem, illetve a közbeiktatásával, meg a BMW közbeiktatásával, és majd egy amerikai fél közbeiktatásával szeretné Manfred Weber megmenteni az egyetemet. Illetve még az sem biztos, hogy teljes egészében, lehet, hogy csak bizonyos szakokat. Ennek kezdjük onnan, hogy örülni kell, vagy azért ez így fél megoldás? Örülni semmiképpen nem kell, ugyanis ez, ami a CEU ellen most zajlik, az egy politikai háború. Gyakorlatilag nem szól másról, mint hogy a kritikus gondolkodásnak a magját is kiirtani Magyarországról. Egy szimbólum. Szimbólumá vált a CEU is, a CEU ügye is, és ezért nem véletlenül ment el a végletekig a kormány, még akkor is, amikor a törvénynek megfelelően mindent betartott a CEU. Tehát alapvetően itt nem arról van szó, hogy a CEU-t meg kell menteni. A CEU-nak nincs szüksége plusz pénzre, a CEU-nak nincs szüksége plusz jog. Ugyanis mindent a jogszabályok alapján megtettek. A CEU-nak arra lenne szükség, hogy békén hagyja a kormány, és ne tekintse őt elképzelt ellenségnek. Az, amit most Manfred Weber bejelentett, az egy gazdasági konstrukció annak érdekében, hogy valamilyen szakokat ott meg tudjanak őrizni Magyarországon, és nyilvánvalóan ez egy nagyon jó egérút lenne a Fidesz kormányzatnak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezzel a CEU-nak is, hát mégis így fogalmazok, hogy segít, Orbán Viktornak is segít, hogy ne veszítse el az arcát, mert hogy akkor nem kell módosítani a felsőoktatási törvényt, és egyébként a sajátjainak is bizonyítja, hogy lám-lám, akkor léptem valamit. Hát alapvetően a felsőoktatási törvény, ami ezersebből vérzik ugyan, de mondom, megfelel ennek most is a CEU. Tehát, hogy nem ezzel van gond, ez egy politikai akarat kérdése most jelenleg. Nyilvánvalóan, hogyha német cégek és német felek lépnek be a képbe, ahol jobb is a diplomáciai viszony, illetve jobb a kapcsolat, sokkal könnyebben azt tudja. Az autógyár. Orbán Viktor széteszi a kezét, és azt mondja, hát persze, hát a németek mindent szabályszerűen betartanak, hát csak a Soros Egyetemmel volt eddig gondunk. És a narratívájában ez beleillene, miközben más nem tennének, mint egy más gazdasági konstrukcióba, ugyanannak a törvénynek ugyanúgy megfelelnének. Tehát alapvetően itt nem arról van szó, hogy a CEU-nak bármilyen ilyen mentőcsomagra lenne szüksége, nem a CEU-nak arra lenne szüksége, hogy azt mondja a magyar kormány, hogy igen, egy olyan háborút folytattam ellened, aminek semmi más értelme nem volt, mint az ellenségképgyártás, a gyűlöletkeltés és a kritikus gondolkodás elleni támadás sorozat. Milyen sejtéssel létrejön ez a konstrukció? Tehát, hogy a végén az a párképzés itt marad? Illetve a kérdés az, hogyha ez most így megoldódik, akkor ez mégis milyen garanciát ad egy intézménynek, hogy mekkora a jogbiztonság ilyen tekintetben, hogy most így van, aztán fél év múlva meg úgy van. Hát alapvetően a CEU már bejelentette azt, hogy bizonyos képzéseit alapvetően itt fogja tartani Magyarországon, a közép-európai egyetem részeként, azért nem szűnik meg minden képzés, csak a legfontosabbak hát, mennek amerikai diplomát... mennek Bécsbe. Igen, pont az, ami miatt a CEU-ra a diákok járni szerettek volna, illetve a legfontosabb képzései most már máshol lesznek elérhetőek. Azt gondolom, hogy a CEU-nak nincs szüksége egy harmadik konstrukcióra. Ez annak a politikai játszmának a része, ami a néppárt három felszólításában benne volt, hogy a CEU kérdését meg kell oldani a kormánynak. Én ezt máshogy nem tudom értelmezni, mint az, hogy egy mentővet dob egy politikai konfliktus közepébe Manfred Weber. Szerintem nem az a kérdés, hogy ez a CEU-nak jó lesz-e, vagy hogy a CEU ezt elfogadja-e. Alapvetően szerintem ez egy olyan kérdés, amit amúgy nekünk kell itthon lerendezni, hiszen a magyar állampolgároknak lenne amúgy a kötelessége azt mondani, hogy egy ilyen kormányzatból, ami egy ilyen állóháborút és ellenségképpel szembeni háborút folytat, azt nem tűri el. Ugyanis ez minden magyar ember érdeke, hogy az ilyen fajta tudást, a kreatív, innovatív tudásközpontokat megtartsuk. Na de, hát ugye azért voltak viszonylag nagy tüntetések, ezek nem értek el semmit, és közben ezzel párhuzamosan, vagy ezután meg az akadémiával kapcsolatban látjuk ugyanazt a történést, hogy erőből átvisz valamit a kormány, hát meglátjuk, hogy az elnökség meg a közgyűlés hogy fog szavazni, de a szándéknyilatkozatot már aláírtuk.
Igen, hát ez se bizonyítja jobban, mint az, hogy nincs olyan dolog, amit a kormány, ha kiszemel magának, akkor ne tudna elkaparintani, ne tudna tönkretenni, ne tudna centralizálni, ne tudna szétverni. Tehát, hogy már amikor egy évvel ezelőtt a CEU történet elkezdődött, már akkor egyértelmű volt, hogy ez nem konkrétan a CEU-ról szól, ez egy szimbólum történet, az MTA is ugyanígy egy szimbólum történet, és én nem tudom még, hogy még milyen jelre várnak az emberek. Igen, éppen ezért érdekes az, hogy akkor ezt a néppárt nem látja, hogy most CEU-nak hívják, hívhatnák akadémiának is azt a történetet, aztán ki tudja, színházaknak. Hogy ne látnák? Akkor, hát természetesen látják, hát ezért is történik az a felháborodás most az EPP-ben, ami arról szól, hogy kizárják-e a Fideszt, vagy nem zárják ki a Fideszt. És alapvetően ennek az egész kérdéskörnek a csomópontjában az áll, hogy ki tudja mondani a néppárt, illetve többsége van-e a néppártban azoknak a képviselőknek és pártoknak, akik azt gondolják, hogy az értékalapú politizálás az, aminek meg kell határozni a néppárt jövőjét, az érdekalapú politizálás helyett. Ez egy politikai kérdés, az ő belső ügyük lesz, és ebben a CEU most megint egy szimbólum szerepet játszik. A CEU-nak nincs szüksége megmentésre, nincs szüksége pénzre, ők Bécsben is borzasztó jól fogják érezni magukat. Ez a mi kárunk lesz, nem a CEU kára. Hát meglátjuk, hogy ezzel a kiskapuval mihez fognak kezdeni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy reklám után jövünk vissza, és Szegléni Csabával folytatjuk. Tartsunk.